Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Talán emlékeznek a 2010-es választási kampányra, amikor is szakértők, politikusok, újságírók, szóval sokan sokszor elmondták azt, hogy a Fidesz nem sok mindent árul el, nincsenek választási ígéretek, vagy legalábbis annak hada, azt nem zúdítják a kedves potenciális választóközönségre. De a kevés választási ígéretek között bizony szerepelt az, hogy a megszüntetett vasúti szárnyvonalakat újra fogják nyitni. Talán emlékeznek erre. Akiket érintett, azok biztosan. Nos, talán ezért is érzékeny ez a kérdés, mert hogy a MÁV-val, a vasút szállítással, vagy a személyszállítással valamit ennek a kormánynak is kezdenie kell, és hát a legújabb személyszállítási törvény javaslat szerint bizony lesznek ritkítások, de hogy a szárnyvonalak, amik régen megszűntek és újra nyíltak, azokat hogyan érinti, azt én nem tudom, de a törvényjavaslatot nálamnál sokkal jobban ismeri Molnár Csaba. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, hát akkor nézzük ezt a racionalizálást, mert az, hogy valaki hozzányúl a MÁV-hoz, annak személyszállítási vonalaihoz, azt átstruktúrálja, átgondolja, az nem ördögtől való. Itt most ezzel a törvényjavaslattal mi a baj? Tényleg nem ördögtől való, sőt, a MÁV az elmúlt évtizedekben egy igazi állami pénznyelőként működött, egymást követő kormányok próbáltak vele valamit kezdeni, hiszen az adófizetők pénzéből 10 milliárdokkal kellett minden évben kipótolni a MÁV-nak a költségvetését. 2008-ban indult egy nagyon átfogó megújítási folyamat a közösségi közlekedésnél, még a Gyurcsány kormány idején, majd később a Bajnai kormány idején is ezt a programot folytattuk. Ez alapvetően két részből állt, szerintem mind a kettő jó irány volt. Az egyik az, hogy megpróbáltunk költségeket csökkenteni ott, ahol a legkisebb kapacitás kibocsátás volt, ön is említette, ezek voltak a kis kihasználtságú szárnyvonalak, 3-4-5 ember használta ezeket a vasúti vonalakat, ott sem megszüntettük a közösségi közlekedést, csak azt mondtuk, hogy akár kis buszokkal, sokkal egyszerűbben és olcsóbban, egyébként az utasok számára ugyanolyan kényelmesen meg lehet oldani ezt a közlekedést, mint ahogy ezt korábban a szárnyvonali vasutakkal csinálták. Viszont a másik oldalon, a jelentős kihasználtsággal rendelkező fővonalakon, illetve a budapesti elővárosi közlekedésbe, ott soha nem látott, évtizedek óta nem látott fejlesztést hajtottunk végre. Európai Uniós fejlesztési forrásokból 2004 és 2010 között, 8 évezhetünk, több mint 600 milliárd forintot. De ugye az Unióba 2004-ben léptünk be, azért mondtam, csak mindig a fideszes ellenfeleink ugye erre a 8 évre ilyen negatív szövegekkel szoktak visszautalni. Szóval ebben az időszakban több mint 600 milliárd forintot költöttünk. Ez volt a második legnagyobb közlekedési projektünk. Ennél többet csak autópályák építésére költöttünk. Egészen elképesztő méretű vasútfejlesztési beruházások voltak ebben az időszakban. Az a probléma, hogy a beterjesztett javaslat, amit most az új fejlesztési miniszterasszony terjesztett be, az pontosan ezeken a vonalakon. A fejlesztett, kihasznált, jelentős utackapacitással rendelkező vonalakon, nem az, hogy ritkítaná, szinte teljesen megszüntetné néhány vonalat. Mondjon egy példát, tehát hol van az, ahol mondjuk az elmúlt 6-8 évben fejlesztettek, uniós pénzből vagy bármiből mindegy is, nagy a kihasználtsága, sokan veszik igénybe, és most a tervezetben az van, hogy nem csak hogy csökkentik, hanem megszűnik a vasúti közlekedés. A legnagyobb, egy 129 milliárd forintos fejlesztés, az a Budapest-Székesfehérvár-Boba vonalon volt, ez volt a legeslegnagyobb ilyen vasúti fejlesztésünk, de mondjuk a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon ott 49 milliárd forintos fejlesztés volt. Voltak kisebbek, Budapest-Ferencváros-Vecsés között egy 6,5 milliárdos fejlesztés, csak hogy mindegyikre mondjak példákat. Az új törvény az azt mondja, hogy az állam semmi más kötelezettséget nem vállal, mint az úgynevezett alapellátásnak a biztosítását. Az alapellátás pedig szintén a beterjesztett javaslat szerint nem jelent mást, mint naponta 3, nem is vonatnak, valaminek a közlekedtetését ezeken a vonalakon. Példát, tehát nem arra, hogy hol fejlesztettek önök, hanem hogy ezek ahol fejlesztettek, ott most mi olvasható ki a törvényjavaslat? Ezek, amik az előbb mondtam, ezek mind ebbe a körbe tartoztak. Ezek között de van olyan... Tehát nincs így felsorolva, hogy terveink szerint Budapest, Székesfehérvár, Boba között nem jár majd 15 vonat, hanem csak 2. Tehát a törvény ilyen nincs benne. A törvény azt mondja, hogy minden fővonalon arra vállal kötelezettséget az állam a jövőben, hogy a jelen
tömegileg közlekedő vonatok helyett, fővonalakon egyébként van olyan, ahol 15 vonatpár közlekedik egy nap, ehelyett 3-at hajlandó ezentúl vállalni az állam, vagyis megtizedeli a vasúti közlekedés elérhetőségét. Ráadásul, ami a legérdekesebb a javaslatban, és számomra érthetetlen, hogy nem azt mondja, hogy 3 vonat fog közlekedni, hanem 3 valami. Az lehet, hogy vonat, lehet, hogy busz, tehát lehet, hogy a vonat azt így szó szerint, hogy 3 valami. Nem, azt mondja, hogy lehet, hogy vonat, lehet, hogy busz, és van egy tényleg érthetetlen valami, a harmadik, azt mondja, hogy egyéb. Én őszintén szóval nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi lehet az egyéb közösségi közlekedési forma, amiben az új fejlesztési miniszterasszony gondolkodik, de gondoljunk bele, hogyha bármelyik lehet a 3 közül, akkor lehet, hogy mind a 3 busz. Magyarán szóval akkor bezár ez a vasúti vonal. Ezzel nem az a probléma, Az is probléma, hogy nem lehet közlekedni. De van egy pénzügyi probléma is. Ugyanis azt mondják nagyon sokan a törvényjavaslatot támogatók, ma is volt ilyen nyilatkozat az interneten, hogy ők most spórolni akarnak, helyre akarják állítani a MÁV finanszírozhatóságát, és a veszteséget akarják lefaragni. Így nem csökkentik a veszteséget, így brutálisan növelik a veszteséget. És az Európai Uniós forrásokból megcsinált vonalaknál fenntartási kötelezettsége van a magyar államnak. Ha nem tartja, akkor vissza kell fizetnünk az Európai Uniós támogatást. Lehet, hogy spórol 2 milliárd forintot a vasúti közlekedésben, de ezzel párhuzamosan lehet, hogy 15-20 milliárd forintot meg vissza kell fizetni. Nem lesz közlekedés, és még pénzt sem spórolunk vele. Érthetetlen számomra ez a terv. Hát és hogyha ezek kihasznált vonalak voltak, akkor ott feltételezhetően azért annak volt valami haszna is, tehát nem csak fordított rá a MÁV, hanem a jegyárakból bevétele is volt, tehát hogyha azt csökkentjük, akkor a jegyárbevételt is csökkentjük. De amit mondod, hogy 3, tehát alapellátásként napi 3 valami közlekedését vállalja az állam a tervezet szerint, de az is benne van a tervezetben, hogy itt az alapellátás kialakításában figyelembe kell venni az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutást, a munkába járást, a közigazgatás és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjait. Tehát én ezt úgy értelmeztem, hogy alapszinten vagy alapesetben 3 járatpár valamit vállal az állam, de nyilván, ahol ezen keresztül lehet elérni az egészségügyi intézmények, sokan járnak arra dolgozni, nem tudom mi, ott akkor többet. Az igazi probléma az, hogy a védettség szűnik meg, míg a hatályos törvény hát az sokkal... Hát megint más, tehát akkor nem vonalak szűnnek meg, hanem védettség szűnik meg. Az szűnik meg, hogy teljesen bizonyosan annyit kell működtetni vonatot, jelenleg egyébként a törvény vonatról szól, a valami eddig nem volt benne a törvényben, annyi vonatot kell működtetni, ami az ottani közszolgáltatások ellátásához szükséges egy, kettő pedig nagyon fontos, annyit, amennyit az Európai Uniós fejlesztési forrásoknál elvállaltunk a fenntartás időszakban. Nem csinálhatjuk meg azt, hogy ezt egyoldalúan csökkentjük, mert az adófizetők pénzének az ablakon való kidobását jelenteni. De ebbe a pakliba az is belefér, hogy alapszinten 3-at vállalunk, viszont munkába járás, iskolába járás, és így tovább, plusz, ahol az uniós forrásokból fejlesztettünk, ne kelljen visszafizetni, azt is, nem? Az a baj, hogy ezt nem olvastam ebben a törvényben. Hogyha ez így lenne a törvényben, ahogy ön mondja, akkor azt hiszem, hogy ma este nem lett volna okunk ebben az ügyben vitatkozni és beszélgetni, mert az teljesen normális, hogy van egy minimum szint, de bizonyos esetekben magasabb minimum szinteket határoz meg a törvényjavaslat. Nem de, ez van, de van egy általános ki belőle, szint. Hogy van egy minimum szint, és ehhez képest meg majd a jövőben, amit szülhet bizonytalanságot, hogy nem tudjuk, hogy milyen rendelet, vagy mi alapján, tehát most van egy törvénytervezetünk, nem tudjuk, hogy a jövőben az mit akar, papírformában mit akar, de hogy a vasúti közlekedés, vagy a tömegközlekedés kialakításánál ezeket és ezeket és ezeket a szempontokat, amit felsoroltam, figyelembe veszik. Tehát benne van ez. Nem tudom, én ezt nem tudom kiolvasni belőle, amit ön mond, lehetséges, hogy ön úgy értelmezni. Én azt gondolom, hogy egy parlament által elfogadott törvény, az teljes egészében köti utána a jogalkalmazót. Aki utána meg fogja rendelni a szolgáltatást a gyakorlatban, ez tipikusan a közösségi közlekedésnél az ezért felelős miniszter szokott lenni, az minden évben ugye megküzd mindig a pénzügyminiszterrel a forrásokért. Képzeljünk el egy olyan harcot, amikor azt mondja a pénzügyminiszter, hogy de hát én teljesítettem a feltételeket. Annyi pénzt tudok rendelkezésre bocsátani, amennyi egyébként a törvény által előírt kötelező szint. Az a fölöttire jelenleg semmiféle kötelezettség nincsen. Egy olyan helyzetben, amikor Magyarországnak hiány lefaragási kötelezettsége van, egy olyan helyzetben, amikor egyébként tényleg túl sokat költünk erre,
mondtuk is délután a sajtótájékoztatónkon, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a dologhoz, csak láthatóan rosszul nyúl hozzá a kormány, akkor azt gondolom, hogy nem lehet a szabadságot meghagyni a MÁV vezetőinek, hogy ők maguk döntsék el, hogy a fenntartási időszakban hány járatot kell működtetni. Ez alapján korábban... a MÁV vezetői döntik el?